Tisztelettel köszöntök mindenkit a mostani sajtótájékoztatón. A parlament most döntött arról, hogy nem adja meg a felhatalmazást a házszabálytól való eltérésre. Ez elsősorban a szocialistákon múlott, illetőleg az LMP-n. Ami azt jelenti, hogy azokat a törvényeket, amelyeket annak érdekében terjesztett a kormány a parlament elé, hogy a migráns ügyet minél gyorsabban és jobban lehessen kezelni, hogy az illegális határátlépők, az illegális bevándorlók ügye gyorsabban elintéződhessen, és az egész úgy bonyolódjon, hogy az minél kevesebb mértékben zavarja a polgárokat. Nos, ehhez a szocialisták nem járultak hozzá. Tehát nem tudtunk a házszabálytól eltérni, így normál ügymenetben fogjuk ezeket a törvényeket meghozni. Azt gondoljuk, hogy lehullott a lepel a szocialisták álságos magatartásáról, hiszen pontosan tudják, ez a parlamenti napirendi előtti vitában is kiderült, hogy még a kétharmados törvények elfogadásához, tehát a honvédelmi törvény és a rendőrségi törvény módosításához is megvan a parlamenti kétharmad. Tehát megakadályozni ezen törvények elfogadását nem tudják. Kizárólag lassítani, hátráltatni tudják. Az is teljesen világos, hogy a feles törvények megakadályozásához még kevesebb esélyük van. Tehát az egész csak arra jó, hogy újra világossá tegyék mindenki számára, hogy a szocialisták nem érdekeltek a probléma megoldásában. A szocialistáknak az a politikájuk, hogy folyamatosan a kormányt ostorozzák, úgymond azért, hogy hol vannak az intézkedések, és bármilyen intézkedést hozunk, arra azt mondják, hogy nem elég, nem érdemi, vagy ezeknek a lépéseknek a meghozatalát egész egyszerűen hátráltatják. Tehát az a bevándorló párti politikájuk, ami alapvetően végig kísérte, amióta csak ez az ügy a politika napirendjén van, az ő álláspontjuk alakulását, az mit sem változott. Januárban még azt mondták, hogy amikor először az általam vezetett Honvédelmi és Rendészeti Bizottság ezt a kérdést tárgyalta és meghallgatta az illetékeseket, hogy ez nem probléma, A probléma, úgymond más fontos problémák elől akarja a kormány, illetve a Fidesz elvonni a figyelmet. Ez volt az álláspontjuk még júniusban is, és azt mondták, hogy úgysem lehet ezt a kérdést megoldani, ennek a kérdésnek a megoldása az csak európai összefogással lehetséges, tehát a magyar kormány intézkedései eleve hatástalanok. Ezzel kapcsolatban mi világosan leszögeztük. Mi nem vagyunk bevándorló pártiak, és nem vagyunk bevándorlás pártiak. Úgy gondoljuk, hogy ezt a helyzetet Európának és a felelőtlen európai politikusoknak az a magatartása idézte elő, vagy segítette elő, akik majdhogy nem meghívót küldtek a világ különböző részeire, azzal a magatartással és annak az álláspontnak a hirdetésével, hogy Európa tartósan fenntartja azt a politikai menekültek kezelésre vonatkozó rendszert, amit még az 50-es években alakítottak ki, és Európa a fogyó népesség problémájára, a munkaerő problémára, egyébként a minél több bevándorló befogadásával keresi a megoldást. Azóta bebizonyosodott, és egyre inkább felébrednek az európai politikusok is, hogy ez nem tartható, ez a problémákat nem megoldja, hanem elmélyíti, és új, megoldhatatlannak látszó problémák tucatját veti fel. Sajnos a felelőtlen európai politikusi nyilatkozatoknak nincsen vége, hiszen látjuk a keleti pályaudvar előtt kialakult helyzetet, egy rossz, felelőtlen német politikusi nyilatkozat váltotta ki. És továbbra is azt látjuk, hogy az európai baloldal nem hajlandó semmi másra, csak a fejét a homokba dugja, és azt hangoztatja, hogy megoldást kell találni a kvóta rendszer bevezetésére, holott egyébként csak a számok, ha összevetjük, önmagukért beszélnek. A teljes kvóta rendszer kezelni durván 60 ezer már politikai menedékjogot kapott migránsnak a helyzetét, és csak ebben az évben 1 millió érkezik. Egyébként Magyarországon keresztül érkezik a legtöbb. Ennek a bemutatására hoztam egy ábrát, ami mutatja a döbbenetes arányokat.
2013, 14 és 15 számai vannak itt összevetve, majd hogyha a kamerák akarnak erről vágóképet, akkor azt természetesen odaadom. Ez a 2015-ös adat, és hozzáteszem, hogy ez is a július közepi állapotokat, vagy augusztus közepi állapotokat mutatja. Tehát egyszerűen ez a probléma kezelhetetlen. Mi azt gondoljuk, hogy valóban csak összeurópai szinten lehet gyökeresen megoldani azt a problémát, amikor Európa kimondja azt, hogy nem kíván több bevándorlót fogadni. Politikai menekültet igen, de azok, akik visszaélnek a politikai menekült státusz intézményével, azokat nem kívánja befogadni, és visszatoloncolja abba az országba, ahonnan jöttek. Minden más megoldás az tulajdonképpen a semmi masszírozása. Azok a jogszabályi megoldások, amelyeket most mi javasoltunk, és amiketnek a kivételes háztabálytól való eljárási rendjét elutasította a szocialista párt, azok nem az egész probléma megoldására jók, hanem újabb segítséget adnak a magyar kormánynak, felhatalmazást és a magyar szervezeteknek, hogy próbáljuk meg kezelhető mértékben tartani ezt az ügyet. Ugye itt többfajta intézkedés meghozataláról van szó. A büntetőtörvénykönyv embercsempészeti tényállásának a súlyosbítása, úgy látom, hogy az minden politikai erőtámogatását bírja, ennek dacára nem szavazták meg most a szocialisták a kivételes eljárást. Azok a menekültek kezelését hivatott jogszabályi módosítások, amelyek a tranzitzónák, a tranzitzónán belül a tömeges gyorsított eljárás lehetőségének a megfogalmazását jelentik, amelyek a rendőrségi törvény módosítását jelentik, illetve a honvédelmi törvényt, hogy a honvédség szigorúan csak a rendőrség munkának a támogatására, tehát nem önállóan, a rendőrségi munka támogatására lehessen honvédelmi erőt alkalmazni, úgy, hogy a honvédség nem használhat emberi élet kioltására alkalmas eszközöket, tehát szigorúan csak azokat az eszközöket, amelyek nem okoznak halált okozó sérülést az embernek, elfogóháló, könnygáz, stb. Tehát próbálunk a leghumánusabban valami módon támogatást adni arra a kormánynak, hogy védje meg a magyar határokat. Védje meg a schengeni határokat, hiszen mi most a schengeni egyezmény szerinti határvédelmet látjuk el, és ezt az ügyet, egyáltalán hogy ennek a küzdelemnek a sikeres megvívására lehetőség legyen, ahhoz úgy látjuk, hogy ezek az intézkedések feltétlenül szükségesek, és továbbra is azt állítjuk, hogy és természetesen senki nem mondta, mi sem mondjuk, hogy egyébként is itt a vége. Nézni kell, hogy hogyan alakulnak a folyamatok. Nincs egyetlen csodaszer intézkedés, tehát nincs egy olyan intézkedés, amit hogyha meghoz az ember, akkor utána már megoldódik a probléma, számtalan intézkedésre van szükség. Eddig is arra volt szükség, és ezután is. Rengeteg mindent csinált a kormány. Amikor azt a kérdést szegezték nekünk a szocialisták, hogy mit csináltunk eddig, akkor elfelejtkeztek azokról az intézkedésekről, amit egyébként ők hevesen bíráltak, akár csak a biztonságos harmadik ország kijelölésének a jogi lehetőség megadásáról a kormány számára, amit aztán a kormány meg is tett tavasszal, vagy akár csak a gyorsított eljárás lehetőségének a bevezetésére nem tranzitzónák keretében, vagy akár csak a biztonsági határzár felállítását lehetővé tévő jogszabályok módosítására, vagy a biztonsági határzár felállítására, vagy a határvadász egységek felállítására a rendőrségi kereteken belül, vagy azokra a költségvetési átcsoportosításokra, amely létszámemelést és erősítést jelenthet a BÁK-nál, tehát a bevándorlási és állampolgársági hivatalnál, illetőleg a rendőrségnél teszi meg az átcsoportosítási lehetőségeket. Tehát számtalan intézkedést osztunk, a politikai lépésekről nem beszélve, ezekről mind megfeledkeznek, és mondják azt, hogy jó, de mit csinált a magyar kormány, megfelelkezve arról is, hogy egyébként minden lépésünket ellenezték, holott azt követelték folyamatosan, hogy egyébként a magyar kormány azonnal tegyen valamit az ügy érdekében. Mi természetesen nem hátrálunk meg, tudjuk, látjuk, hogy a problémának alapvetően nem Magyarország az oka, a problémának alapvetően az Európai Unió elhibázott politikája az oka,
az, hogy nem vették észre az európai politikusok, és itt főleg a baloldali politikusok, akik kifejezetten bevándorlás pártiak, hogy egyébként ez már messze nem bevándorlás, hanem ez egy népvándorlás, ami egyébként alapjaiban fenyegeti adott esetben az olyan nagyon fontos jogintézmények fennállását is az Unióban, mint a szabad költözés vagy a szabad közlekedés joga. Lásd az, ami a keleti pályaudvaron történt. Igyekszünk felhívni erre a figyelmet, a miniszterelnök ebben az ügyben tárgyal a mai nap folyamán az Európai Unió illetékeseivel, a bizottság elnökével, Juncker Zóról, Martin Schulz a parlament elnökével, illetőleg a holnapi napon a V4-ekkel, és próbáljuk felhívni az Európai Unió figyelmét arra, hogy a helyzet tarthatatlan, mindenképpen változtatni kell a menekült és bevándorlás politikán. Mi egyébként a parlamentben most már nem kivételes rendben lefolytatjuk ezeket az eljárásokat, és biztosak lehetnek benne, hogy egyébként, ahogy ez kiderült a vitában is, a kétharmados törvényekre is megvan a többség, meg a feles törvényekre is megvan a többség, tehát most csak halasztódik az ügy, de nem törlődik, a szocialisták csak akadályozni tudják a munkát, de megállítani nem. Ezt szeretném volna elmondani, hogyha van kérdés, akkor arra igyekszek válaszolni. Ezt pedig majd a kollégáimnak odaadom, ezt az ábrát, hogy, sőt, ezt most odaadom, hogyha ez a bevándorlás és állampolgársági hivatalnak a hivatalos ábrája, összesítése a bevándorlók számáról.